Szeretettel köszöntöm a Budapest Televízió nézőit. Az Ébredés című műsorunkat látják. A mai vendégünk Komjáti Ildikó. Kérlek, Ildikó, mondd el, hogy honnan jöttél, és mondjál valami egy pár szót magadról. Szeretettel köszöntöm én is a Budapest TV nézőit. Komjáti Ildikó vagyok, 52 éves, Újlengyelből érkeztem. Újlengyel Budapesttől körülbelül 50 km távolságban található, az ország földrajzi közepéhez közel lévő kis falu. Egy nem túl egyszerű család gyermekeként jöttem a világra. Értem itt azt, hogy az édesapám szülei a régi rendszer gyermekeinek, tehát kulák nemzedék volt, az édesanyám szülei pedig már a második világháború után már az úgynevezett kommunista elveket valló család voltak, és ebből a házasságból született ugye az édesanyám, édesapám, és ők, mikor megismerkedtek, hát elég nagy háborúság volt a két család között, mert egyik sem akarta a gyermekét a másikkal összeházasítani. De hát a fiatalokat egyáltalán nem érdekelte az, hogy a szülők mit szólnak. Őket igazából csak az érdekelte, hogy szeretik egymást, és aránylag fiatalon, tizenévesen összeházasodtak. A házasság kötésüket követően egy évvel születtem meg én, és valójában nem tartott sokáig ez a házasság, mivel édesanyám 3 hónapos voltam, amikor elhunyt. Édesapám pár hónappal a halálát követően elköltözött. Korábban ők az anyai nagyszüleimnél éltek, és teljesen természetesen, vagy természetesnek tűnt, hogy én az anyai nagyszüleimnél maradok, és a nagymamám helyettesítette az édesanyámat, illetve nem csak helyettesítette, hanem valójában ő is volt az édesanyám egészen felnőtt koromig. A nagyapám egy eléggé érdekes természetű ember volt, borzasztóan erős akaratú, határozott, kemény és szigorú ember, és amit ő egyszer megmondott, és ahogy ő csinálta a dolgait, az mindig úgy volt jó, és eléggé kemény szabályok között élt. És ezeket a szabályokat akár a gyermekei, akár az unokái kötelezően be kellett tartaniuk. A nagymamám egy áldott jó asszony volt. Ő roppant alázatos. Ő teljesen alávetette magát a férje akaratának, tehát ő vezette a háztartást, nevelte a gyerekeket, állattenyésztéssel foglalkoztak, kertet műveltek, és effektíve házi asszonyként tengődött, de ugyanúgy minden a lehető legnagyobb alázattal végezte a munkáját. Én... Jó mintákat kaptál akkor. Igen, azt. A nagymamámat imádtam, nagyon-nagyon szerettem. Tehát az édesanyám helyett is édesanyám volt. A nagyapámat már kevésbé. Nem nagyon szerettem ezt a zsarnokos nevelési módszerét. Megalázónak éreztem, hogyha a munkából hazajövet, le kellett húznom a cipőt a lábáról. Tehát így
tengődtem. Tehát így éltem a gyerekkoromat, az általános iskolát is ebben a faluban végeztem el, majd középiskolás koromba elkerültem Dabasra, és ott jártam középiskolába, gimnáziumba, és ez alatt, az idő alatt azért csak ragadt rám valami a nagyapámnak a zsarnokoskodásából. Én is egy eléggé ilyen akaratos emberré váltam, és minden, amit eldöntöttem, hogy szeretnék megvalósítani, akkor addig hajtottam, amíg ez nem sikerült. Tehát többek között eléggé nehezen emésztettem meg azt, hogy az édesapám az elhanyagol engem. Igazából nagyon kevés alkalom volt az az elmúlt, vagy az első 14-18 éves koromig, hogy mi találkozzunk. Ezért értettő is, hogy hiányzik egy kamasznak a szülő. Otthon is valójában semmi jót nem hallottam felőle, tehát róla. Tehát otthon is mindig úgy beszéltek róla, hogy az a gazember. És emiatt én haragudtam rá, és eldöntöttem, hogy az iskola elvégzése után én rendőr leszek, és majd én úgymond bosszút fogok állni az apámon a hanyagsága miatt, a viselkedése miatt. Majd ahogy leérettségiztem, a gimnázium és a rendőrség közötti téren átgyalogolva beballagtam a kapitányságra, és ott közöltem, hogy én szeretnék itt dolgozni. És akkor ott mondták, hogy hát azért nem így működik teljesen, ahogy én ezt elgondoltam. Hát azért meg kéne várni először is, hogy kezembe legyen az érettségi bizonyítvány, hát a jelentkezésemet be kell adni, és mi szeretnék lenni. És mondtam, hogy hát én rendőr. Na de hát abban az időben még a hölgyek nem szerelhettek föl hivatásos rendőrnek, és hát várnom kellett. Úgyhogy 2 évig vártam arra, hogy a rendőrségen el tudjak helyezkedni, majd 2 év után végül is sikerült felvételt nyernem, de még akkor sem a hivatásos állományba, hanem úgynevezett polgári alkalmazottként ilyen irodai, adminisztratív munkát végeztem. Majd évekkel később, amikor lehetőség adódott arra, hogy hát a hölgyek is felszereljenek hivatásos állományba, akkor felszereltem én is rendőrnek, és sok-sok éven keresztül dolgoztam a rendőrségnél. Eldöntöttem, tehát visszatérve a 20 éves koromba, hogy hát most már eléggé megterhelő volt az, hogy ugye a nagyszülők gondoskodjanak a lakásomról, a megélhetésemről, stb. Meg már eléggé elegem lett az idős nagyszülőkből is, mert azért ez a hatalmas korkülönbség azért nem igazán volt kedvező számomra. Ezért el is költöztem a nagyszüleimtől, majd a fejembe vettem, hogy én szeretnék egy lakást. Épp akkor épült egy lakótelep, és én eldöntöttem, hogy ezen a lakótelepen én fogok vásárolni egy lakást a 0 forintommal. Majd hát osztottam, szoroztam, banki kölcsön, stb., de hát egyedülállóként esélyem nem volt arra, hogy én lakáshoz jussak, vagy akár kölcsönhöz is.
És hát kipattant a fejemből, hogy hát akkor talán férjhez kéne menni. Mert már a házasoknak igencsak jobbak az esélyeik a lakásvásárlás szempontjából. És hát elkezdtem körülnézni a férfi piacon, hogy hát ki lehet a potenciális jelölt, aki esetleg engem elvesz feleségül, és meglépjük ezt a lakásvásárlást. Hát végül is a barátnőm, az akkori barátnőm vőlegényének a barátja volt az, akivel megismerkedtem, majd pár hónapos ismeretség után összeházasodtunk, és tulajdonképpen sikerült. Vevő volt az ötletre. Igen, és sikerült a lakást is megvásárolni. Ez szerelem volt? Valójában természetesen azért ez szerelem volt, tehát nem csak érdekkapcsolat, ahogy itt most az elmondásokból kitűnik, tehát azért nyilván fiatalok voltunk, szerelmesek voltunk, és működött is a házasság, működött is a kapcsolat, megszületett, tehát beköltöztünk a lakásba, majd egy évre rá megszületett az első közös gyermekünk, egy kislány, és valójában egészen jól működött is ez a házasság, egészen odáig, míg meg nem tapasztaltam azt, hogy a férjem megcsal. És akkor olyan dühös voltam, de annyira dühös voltam, hogy már akkor nem érdekelt sem a lakás, sem semmi. Semmi nem érdekelt, csak a sértettségem érdekelt, a büszkeségem, hogy most engem hogy lehet megcsalni. Tehát képtelenségnek tartottam. Hát itt vagyok teljesen normálisan, vezetem a háztartást, jó feleség vagyok, még akkor vékony is voltam, csinos is, hát ezt nem is értem, hogy lehet. Majd fogtam a gyereket, és elszöktem hazúról. Elmentünk albérletbe, visszamentem dolgozni. A munkahelyemen pár hónappal később vagy a munkahelyemre pár hónappal később érkezett egy fiatalember. Egy jóképű, sármos, és én eldöntöttem, hogy ez a férfi, ez jól néz ki, ez megfelel az igényeimnek, és nekem ő kell. Valójában nem nagyon érdekelt, hogy nős, hogy családja van, hogy két gyermeke van. Nem érdekeltek a körülmények, semmi nem érdekelt. Az az egy dolog érdekelt, hogy nekem szükségem van rá, és én meg akarom őt szerezni magamnak. Mint egy értéktárgyat? Hát tulajdonképpen már mostani eszemmel gondolkodva, igen, természetesen. És hát minden női csáberőmet bedobva hadjáratot indítottam a fiatalember ellen, és nem tartott sokáig, hogy elcsábítsam, és effektíve sikerült is. Elvált a feleségétől, elhagyta a családját, és ezt követően összeházasodtunk. Ebből a házasságomból is született egy közös gyermekünk, egy kisfiú. Majd pár hónappal a megismerkedésünk után közösen munkahelyet váltottunk, tehát vidékről fölköltöztünk a fővárosban, és itt éltünk, itt dolgoztunk éveken keresztül.
Az apámra visszatérve, ugye, hogy megfogadtam, hogy bosszút állok, és hogy majd én megbüntetem őt, volt egy alkalom, amikor én még gyesen voltam otthon a kisfiúval, amikor egyszer csak megtalált, és fölhívott telefonon, hogy a segítségünkre van szüksége. Valójában az történt, hogy a számláján lévő összes megtakarított pénzét valaki egy hamisított meghatalmazással átutaltatta egy másik bankhoz, ott a pénzt felvették, és nyoma veszett. És ő arra gondolt, hogy hát a rendőrségen dolgozó lánya és veje majd a segítségére fog sietni, és végig villant akkor az agyamon, hogy na most van az a pillanat, amikor megtehetem azt, hogy bosszút állok rajta, és eltaposom. Mert ezzel, hogy ő az összes megtakarított pénzét elveszítette, teljesen nullára futott, tehát földön futóvá válhatott volna. Úgy érezted, hogy ez egy igazságtétel? Igen, úgy éreztem, hogy ez egy igazságszolgáltatás, és nekem ez jogomban áll, hogy én ezt megtegyem, hogy eltapossam, mint egy férget, mert nem volt része a gyerekkoromnak. De valójában nem ez történt. Addigra már azért, mivel sok idő eltelt, meg ugye a férjemmel, ahogy beszélgettünk is erről a történetről, hát végül is ahol tudtunk, segítettünk neki. Aztán végül is az lett az eredménye, hogy meglett a tettes, és minden jóra fordult, tehát effektíve megkapta a kártérítést is a banktól, és a tettes is előkerült. Az első indulatod ellenére is tudtál neki segíteni? Leigatta, felnőtt, már akkor fejlődött. Igen, azért az idő... Át tudtad gondolni ezt a helyzetet? Teljesen, teljes mértékben átgondoltam, illetve attól függetlenül azért még a harag benne volt a szívembe, mert láttam a két gyermekemet, és haragudtam rá azért, hogy egyszerűen nem kíváncsi. Mert hogy rám nem volt kíváncsi, azt már úgy kezdtem megemészteni, de hogy az unokáira sem. Tehát az unokái sem érdeklik, tehát nem volt igazából egy családcentrikus személy. Valójában ez is zavart. Ez fájt mint anyának is, meg fájt mint nőnek is, hogy nem kíváncsi az unokájára. Ezt ígérted meg? Igen. Akkor már nagyobb volt ez a fájdalom, mint a saját sérelmem. Igen. Tehát teltek az évek, és valójában a körülményeink úgy hozták, hogy a fővárosból vissza kellett költöznünk vidékre, mert a gyerekeknek az egészségi állapota ezt kívánta meg. Tehát a panel lakás levegőjét nem igazán bírta egyik gyermek sem, állandóan betegek voltak, és a gyerekorvos javaslatára vidékre költöztünk. Ott teljesen vissza a szülőhazámba, tehát vissza abba a községbe, ahonnan elindultam. És itt éldegéltünk.
És meddig tartott ez a boldog időszak? Hát a boldog házasságra gondolsz? Igen. Hát a házasságom az 20 évig tartott, a második, és effektíve az lett a vége a házasságnak, hogy amit igazából én tettem, hogy úgymond elszerettem a férjemet az előző családjából, ugyanezt kaptam én is. Tőlem is elszerették. És elköltözött, és elhagyott bennünket. De még visszatérnék a munkahelyre, hogy miután vidékre költöztünk, már nem éreztem azt, ezt a bosszú vágyat, hogy nekem fontos volna az, hogy bosszút álljak az apámon, és nem is éreztem azt, hogy nekem már ezen a munkahelyen kellene tovább dolgoznom. És el is jöttem, leszereltem a rendőrségtől, és vidéken kezdtem tovább dolgozni, illetve hát 3 évig keresgéltem, valójában nem találtam effektíve olyan munkahelyet, ami számomra megfelelő lett volna, majd később sikerült elhelyezkednem egy irodában. Körülbelül egy évet dolgoztam, amikor egy munkahelyi szűrővizsgálat alkalmával kiderült, hogy rákos vagyok. Szörnyű. Csak azt tudom erre mondani, hogy viszonyat. Igen, az volt. És tehát egy 2 éves kálvária kezdődött el az életemben, ahol ugye kezdődött a vizsgálatokkal, tetőtől talpig, utána kemoterápiás kezelések, infúziók, minden hónapban egy hét kemoterápia, majd kórházi kezelések, ősejtgyűjtés, és eljutottunk a második évben arra a szintre, hogy saját őssejt beültetéssel próbálják gyógyítani a betegségemet. Én addigra már teljesen padlóra kerültem. Egy szteroidoktól elhízott haj nélküli, kopasz külsővel, nulla önbizalommal, abszolút elment az életkedvem. Tehát más sem tapasztaltam, mint a fájdalmat nap, mint nap. És sorra került, tehát már szinte ott tartottam, hogy elég volt. Én már nem vagyok hajlandó tovább kórházba járni, én már nem akarok több kezelést, én már nem akarok több kemoterápiát, semmit nem akarok, elegem volt. És elegem volt mindenből, elegem volt az életből magából. Egy reményvesztett ember voltam teljesen, hogy nincs értelme. Nincs értelme az életemnek. És ebbe a lelki állapotba kaptam meg az értesítést, hogy bevonulhatok a kórházba, és megkaphatom az őssejteket. De itt is történt ugye az, hogy mielőtt az őssejteket megkapja az ember, előtte kemoterápiával lenullázzák az immunrendszerét,
És akkor is, tehát annyira gyenge voltam, és annyira erőtlen voltam, hogy semmit nem tudtam csinálni. És az orvosom volt az, aki azt mondta, ott ült az ágyam mellett, és azt mondta, hogy Ildikó, én adhatok önnek bármilyen mérget, amit mi gyógyszernek hívunk, ha maga nem akar, akkor nem fog meggyógyulni. És akkor ledöbbentem, és nem tudtam, és akkor megkérdeztem az orvost, hogy hát doktor úr, hát hogyan kell akarni? Jó kérdés. Ez nagyon jó kérdés, hogy ha visszagondolunk az előzményekre, hogy amit, ahogy elkezdtem a mondandómat, hogy én eddig bármit amit akartam, azt elértem. Most pedig ebben a helyzetben egyszerűen nem tudom, hogy mit tegyek annak érdekében, teljes kiszolgáltatottság érzés volt akkor. Hogy meggyógyuljak. Tehát mit tehetek én? Hát én teljesen, igen, itt vagyok, itt fekszem, ki vagyok kötve, lógnak belőlem a zsinórok, gyenge vagyok, erőtlen vagyok, csúnya vagyok, kövér vagyok, kopasz, nem látogatható, elfordult tőlem az ismeretségi köröm egy része. Most hogyan is kell akarni meggyógyulni? És egy pillanat alatt úgy végig futott az agyamba, hogy miért is akarok én meggyógyulni, miért kell nekem meggyógyulni, és eszembe jutott az anyám, hogy akire megint csak valahol haragudtam, hogy ott hagyott engem, és eszembe jutott, és azt mondtam, hogy hát én ezt nem tehetem meg a gyerekeimmel, hogy én is ott hagyom. Hát ez nem lehet egy családi átok, hogy a mi családunkban csak elvált szülők gyereke van, meg árva gyerek. Tehát nekem itt feltehetően meg kell gyógyulnom, mert ez így nem jó megoldás, hogyha én becsukom a szemem, elalszom, aztán nem ébredek föl. És akkor az orvossal még sokáig beszélgettünk, és egyszer csak megszólalt, hogy hát Ildikó, hát imádkozzon. És akkor így megdöbbentem, mit csináljak? Imádkozzon. Én? Hát soha életemben nem imádkoztam. Hát de próbálja meg. Hát mondom, ha jól emlékszem még úgy a gyerekkoromból, talán a mi atyánkot azt el tudnám mondani. Nem, azt mondja, nem erre gondolt, hanem a saját szavaimmal. Hogyha tehetném akkor, és Istennel beszélgetnék, akkor mit mondanék neki? És akkor a teljes kétségbeesésemben mondtam én sok mindent. De valójában, amire emlékszem, és a mai napig is emlékszem, az a mondatom volt, hogy drága jó Istenem, ha adsz még egy esélyt, ígérem, jó ember leszek. És elaludtam. És másnap reggel fölébredtem. Hatásos imádság volt akkor ezek szerint. Teljesen igen, hatásos. Igen, másnap reggel felébredtem, és meglepődve tapasztaltuk, hogy hát az ősejtek elkezdtek dolgozni, és elindultam a gyógyulás útján. Úgyhogy ez tartott még körülbelül egy évig, de az én fejemben folyamatosan az járt, hogy ki az, aki engem meggyógyított. Kaptál egy újabb kérdést. Igen,
meg kell keresni. Amire meg kell keresni a választ. Meg kell keresnem a választ. És amikor már a fizikai állapotom, tehát az egészségügyi állapotom megengedte azt, hogy elinduljak és keressek, akkor több úton indultam el, hogy megtaláljam. Többek között több templomba beültem, és vártam, hogy Isten megtaláljon. Hogy itt vagyok, és szeretném az ígéretemet jóvá tenni, vagy az ígéretemet betartani, és akkor gyere, és akkor mutasd meg, hogy hogyan. De nem jött. Nem jött. Aztán elmentem egy másik templomba, és ott sem. Oda se jött. Ott sem találkoztunk. Majd később internet, kíváncsiság, tehát elkezdtem keresni. És sokféle dologba belekaptam, ezotériába, buddhizmusba, számmisztikába, kártyajóslás, tehát minden agykontroll, tehát mindent kipróbáltam. Kipróbálási szintig eljutottam, de sehol sem találtam meg azt akire nekem szükségem lett volna. Aki meggyógyított, aki azt mondja, hogy na én vagyok az is. Tehát ezt vártam, hogy én vagyok. Egy angyalt, egy trombita szót. Igen, valamilyen jelet vártam. Majd meghívtak, az egyik ismerősöm meghívott egy vacsorára, és a vacsorán volt egy ember, aki elmesélte az életét. És elmesélte, hogy milyen nehézségeken ment keresztül, és miután találkozott Jézussal, megváltozott az élete. És akkor érzékeltem azt, hogy itt belül bennem fölkapcsolódott a lámpa, hogy aha, most, igen, most van az a hely, az a helyzet, ahova meg kellett, hogy érkezzek, és ebbe a baráti társaságba, ebbe a közösségbe úgymond jelentkeztem, hogy én is szeretném megismerni Jézust. És akkor mi történt? Ekkor megjött az kürtszó, megjöttek az angyalok, hogy mi történt? Az angyalok akkor sem jöttek. Tehát látványos változás, tehát fizikai változás, szemmel látható változás nem történt. Viszont a beszélgetések, a Biblia tanulmányozása során emberileg változtam. És mivel én tettem egy ígéretet, hogy ígérem, jó ember leszek, miután elkezdtem olvasni a Bibliát, itt sok utalás van ebben a könyvben arra, hogy hogyan lehet, hogyan válhat jó emberré az, aki szeretne megváltozni. És effektíve, tehát egy ilyen bibliai órán történt az, hogy beszélgettünk a 10 parancsolat egyikéről, a tiszteld apádat és anyádat parancsolatról.
akkor helyben voltam. Helyben voltunk, igen, megérkeztem, és én elmondtam a többieknek, hogy na hát, ez nekem nem megy. Én képtelen vagyok tisztelni a szüleimet. Az anyám elhagyott, az apám elhagyott, hát kit tiszteljek? És akkor elmeséltem a csoportban, hogy hát az életemet igazából, hogy keveredtem idáig. És akkor megkaptam a feladatot, a megbocsájtást. Be kell bocsájtanod a szüleidnek, meg kell bocsájtanod az apádnak. Hát jó, rendben. Oké, ha már beszélgetünk róla, meg ha már megígértem, tehát ez szükséges a változáshoz, akkor természetesen megteszem. Hát mikor? Hát imádkozzunk érte. Hát jó, imádkozzunk érte, és akkor jött egy olyan gondolat, hogy majd a születésnapján. Na most az időpont, az pont körülbelül egy hónap volt még hátra, hát hogy a születésnapján, jó, hát akkor elmegyek, felköszöntöm a születésnapján, és megbocsájtok neki. Hát ez ilyen egyszerű. De ettől függetlenül még azért tornázott bennem a büszkeség, hogy hát na. Miért pont hát miért pont én? Hát ő bántott meg engem. Miért nekem kell oda menni, és miért nekem kell bocsánatot kérni? De ugyanakkor már a jobbik énem az meg azt sugallotta, hogy de hát megígérted. És ha megígérted, akkor meg kell tenni, mert az adott szó az meg kell csinálni. És akkor hát jó. De hát még van egy hónapom, majd lelkileg fölkészülök rá. És képzeld el, hogy másnap délbe csörög a telefonom, és az apám hívott telefonon. És akkor már régóta nem beszéltetek? Évekkel azelőtt beszéltünk utoljára. Tehát teljesen előzmény nélkül? Minden előzmény nélkül megcsörren a telefonom, és csak annyit mondott, hogy hallottam rólad valamit a faluból, szeretném, ha eljönnél, és elmesélnéd, hogy mi történt. Hát a történet annyi volt, hogy a férjem elköltözött. És hát nem. Jó. Majd egy óra múlva ott leszek. Jó, rendben, várlak. Hát én akkor teljesen padlót fogtam. Teljesen. Nem vagyok egy sírós típus, de akkor kicsordultak a könnyeim, és elkezdtem panaszkodni, hogy drága jó Istenem. Hát nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy majd a születésnapján, nem pedig rögtön másnap. De hát most én mit csináljak, én mit mondjak neki? És hogy? Hogy menjek oda, amikor már évekkel ezelőtt beszéltünk utoljára, és hát nyilván minél több idő telik el, annál kényelmetlenebb meglépni azt, hogy oda menjek hozzá. Teljesen kétségbe estem, majd hát egy kicsit összekanalaztam magam, megmostam a fejemet, és akkor, na hát mindegy, most már, de megint előjött az, hogy megígérted, meg kell tenni. És úgy éreztem, hogy ez az épülésemet szolgálja, tehát a javulásomat, az ígéretemet fogom ezzel teljesíteni, hogyha ezt megteszem. Na de jó, oké, megteszem. Oda megyek, na de mit mondjak? Teljesen üres volt a fejem, teljesen. És akkor azt mondtam, hogy hát uram, hát akkor rád bízom. És szólj a számon keresztül, add a számba a szavakat, az én fejem most teljesen üres. Akkor megérkeztem a lakásához,
bementem az udvarba, kiszállok az autóból, megyek az ajtó felé, ő jön felém. Remegnek a lábaim, remeg a kezem, mindenem, és elé állok, és csak nézem, és egyszer csak megszólalok, de nem, tehát nem tudatosan, hanem csak kijött a számból, hogy ne haragudj rám, kérlek, bocsáss meg nekem. És meglepődött. És könnybe lábadtak a szemei, és azt mondta, hogy nekem nincs miért haragudnom. Te ne haragudj, és te bocsáss meg nekem. Hát egymás nyakába borultunk, sírtunk egy sort, és akkor, na azt mondja, most már gyere be és meséld el, hogy mi történt veled. És aztán bementem, elmeséltem, és azóta valójában ennek már 6 éve, hogy ez történt, és helyreállt közöttünk a kapcsolat. 45 évet vártál. Igen, tulajdonképpen. Ennyit kellett rávárnom, hogy... És te is alkalmas lettél közben. Igen. Alkalmassá váltál. Ezen idő alatt te is felkészült és alkalmassá váltál arra, hogy el tud őt fogadni olyannak, amilyen. Igen. Nem azt mondom, hogy tökéletes és felhőtlen volt a kapcsolatunk, de igyekeztünk. Igyekeztünk több időt együtt tölteni, igyekeztünk beszélgetni nagyon sokat úgymond a régi időkről. Most igazából azért akadt el a szavam, mert most úgy gondolom, hogy kevés volt ez az idő. Ugyanis pár hónappal ezelőtt elment közülünk, de azt gondolom, hogy az eddig eltöltött időnk az tartalmas volt. Én beszéltem neki Jézusról. Sokat beszélgettünk erről a témáról, hogy a változásokról, hogy bennem milyen változásokat indított el az Istennel való kapcsolatom. Hát, hogy nyomot hajott-e benne, ezt valójában én nem tudom, ezt nem tudhatom. De bízom benne, hiszem azt, hogy mielőtt eltávozott, azért átértékelte ő is az életét. Mesélni nekünk is ezekről a változásokról. Hát többek között volt egy történetem, hogy rögtön a házasságom után én úgy gondoltam, hogy nekem nagyon fontos lenne még egy társ. Mert úgy éreztem, hogy nekem kell. De valójában meg nem volt még itt az ideje. De én elkezdtem imádkozni, hogy hát Uram, kérek egy hozzám illő társat. Egy olyat, aki hűséges, aki szeret engem, aki elfogad olyannak, amilyen vagyok. És pár hét múlva a gyerekeimtől kaptam egy kiskutyát. És abban a pillanatban bevillant, hogy szeret téged, elfogad olyannak, amilyen vagy, és hűséges. Az biztos. És tessék, itt van. Megkapod. Teljesen. De amire én vágyom, annak még nincs itt az ideje. Tehát ez egy ilyen
úgymond humoros történet, tehát Istennek van humora. Visszatérve még a bocsánatkérésekre, tehát több olyan helyzetet hozott elém az Úr, amikor, tehát többször volt olyan, hogy reggel felébredtem, és volt egy olyan gondolat a fejemben, hogy ma esemény lesz. Csak még nem tudtad, hogy csak mi még lesz. Nem tudtam, hogy mi. Csak vártad, de vártam, hogy valami fog történni, és egy esküvőn dolgoztam kisegítőként. Aztán, amikor megjelentem ugye a munkahelyen, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egy hölgy, akire én korábban haragudtam hosszú évekkel azelőtt, ugyanott dolgozik ő is. És akkor újra bevillant, hogy hát akkor tessék. Akkor itt a lehetőség, tessék oda menni hozzá, és bocsánatot kérni. Hát még először egy kicsit úgy ózkodtam, de már sokkal, sokkal bátrabb voltam, mint az apámnál. És oda mentem hozzá, köszöntem neki, és mondtam neki, hogy ha majd lesz egy kis időd, akkor szeretnék egy pár szót váltani veled. Jó, persze, azt mondja, hát majd cigarettaszünetben majd kimegyünk az udvarra, és akkor beszélgethetünk. Jó, rendben. Tehát kimentünk kis idő múlva, és akkor mondtam neki, hogy én szeretnék tőled bocsánatot kérni. Azt mondja, miért? Hát mondom, mert én azt gondoltam rólad régen, évekkel ezelőtt, hogy te elárultál engem, és én emiatt nagyon-nagyon haragudtam rád. És azt mondja, hogy hát az a helyzet, amit én fölvázoltam neki, ez nem történt meg. Ő engem abszolút nem árult el, és valójában egyáltalán nem értette azt, hogy én miért nem köszönök neki, én miért nem beszélek hozzá, miért nem fogadom a köszönését, miért kerülöm. És akkor elmondtam neki, hogy hát azért, mert én azt gondoltam rólad, hogy te ártottál nekem. És miután ezt megbeszéltük, bocsánatot kértem tőle, akkor azt éreztem, hogy egy hatalmas kő esik le a szívemről. Óriási megkönnyebbülés volt. És nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. A jó emberré válás útján ugye a Bibliában olvashatjuk azt, hogy a szeretet, az 1 Korintus 13-ban, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos. És ezt tanulnom kellett a türelmet, tanulnom kellett a másik emberhez való hozzáállást, az udvariasságot, hogy a munkahelyemen nem osztom az észt az embereknek, hanem kérek, és köszönök, vagy megköszönöm, hogyha megkapom a választ. Nagyon-nagyon sokat kellett a magatartásomon javítanom ahhoz, hogy eljussak idáig. Apropó munkahely, de egy munkahelyen könnyű kereszténynek lenni? Vagy könnyű megélni a keresztény hitedet? Nem. Illetve eleinte próbálkoztunk, voltak a kollégák között is hívő emberek, és
mi ezt megbeszéltük ugye közösen, hogy hogyan kell az ügyfelekkel bánni. Emberszámba kell venni őket, és udvariasan és segítőkészen, ha kell, akkor szájbarágósan, de lemenni úgymond az ő szintjükre, hogy megértsék azokat a hivatali kifejezéseket, amit mi ugye az asztal másik oldalán nálunk ezek természetes kifejezések. De hát az utcaemberének nem egészen természetes. És el is kezdtük mi ezt a fajta ügyfél kezelési módot, aminek az lett a következménye, hogy elterjedt a környéken, hogy menjetek csak oda, mert ott normálisak az ügyintézők, és nem lesz semmi probléma, tehát mindent elmondanak, meg minden fog sikerülni. Aztán végül is nem tartott ez sokáig, ott sem, mert azért egy fecske nem csinál nyarat, tehát a hívő kolléganőm elment nyugdíjba, a másik szülni ment, és egyedül maradtam, és közben ugye érkeznek az újak, a más szemléletet képviselők, és sok ideig, úgymond el voltam nyomva ezzel a fajta felfogással, ezzel a fajta emberkezelési módszeremmel. De míg ott voltak a másik két kalandokat, akkor egy teljes harmónia volt. Igen, abszolút. És nem voltak felekezeti határok. Igen, igen, egyáltalán nem, mert az egyik kolléganőm az katolikus volt, a másik baptista, és én nem sorolom valójában magam semmelyik valláshoz, felekezethez. Én Jézus követője vagyok. Tehát én az új szövetségben leírt elvek szerint próbálok élni, és az ígéretemhez híven jó emberré szeretnék válni. Jézus azt mondta, hogy minden nap felünk lesz. A mindennapokban csak az utóbbi 2-3 hétben történt olyan, amit most úgy elmondanám, vagy megosztanám nekünk. Minden nap történik valami apró dolog, valami apró csoda. Lehet ez egy olyan, hogy én például, tehát vidéki lány lévén, tehát hogyha Budapestre kell jönni, én nagyon nehezen közlekedem, nagyon nehezen tájékozódom. És minden egyes ilyen budapesti utamnál imádkozom azért, hogy legyen akadálymentes a közlekedésem, legyen parkolóhely, legalább másfél parkolóhely legyen a számomra, hogy én könnyen be tudjak állni, mert nekem ennyi helyre van szükségem, és még eddig mindig, minden esetben egyenesen oda találtam, ahová kellett, és mindig megkaptam a másfél parkolóhelyet, ahová nekem sikerült a kis autómat letennem. Tehát ilyen apró mindennapi csodák történnek velünk, amit igazából észre sem veszünk. Csak kérem, és megadatik. A környezeted, a családod, a családtagod, hogyan érték meg a te változásodat? Ők, például a gyerekeid hogyan viszonyultak hozzá, hogyan érték ők ezt meg, hogy anyu eddig ilyen volt, és anyu ezután más tett. Ők ezt hogyan érték meg? Hát először is meglepte őket, de hát a jót az könnyű megszokni. Hatalmas a szeretet otthon. Én mondtam is a gyermekeimnek, hogy ettől kezdve ez az otthon, ez a béke és a nyugalom szigete.
Tehát ide, hogyha bejön a feszültség, vagy a probléma, akkor az nem sokáig lesz itt, mert megoldódik. Pillanatok alatt megoldódik. Nem vagyok hajlandó beengedni a feszültséget az otthonomba. És ezzel a harmóniával sikerült is megteremtenem, illetve a harmóniát sikerült megteremtenem az otthonomba, teljesen idegen emberek mondták azt, hogy, és ez volt számomra a visszajelzés, hogy olyan jó itt nálatok. Én úgy szeretek itt lenni. Itt olyan csönd van, és béke, és jól érzem magam ebben a lakásban, ebben az otthonban. És ezt a fajta nyugalmat, amit én már évek óta a mindennapjaimban tapasztalok, és már számomra ez a természetes. Ezt próbálom átadni az embereknek. A békesség. A békességet, igen, a nyugalmat. Jézus azt mondta, hogy a békességemet nem úgy adom nektek, hogy a világ adja. Nem úgy adom, hát ő a maga módján adja. Úgyhogy beleköltözik az embernek a szívébe a békesség is. Onnantól belülről fogja, ő maga lesz, aki sugározza Jézust, és rajta keresztül kiárad ez a békesség. És ezt valóban, ahogy mondod, én is megtapasztaltam és tanúsítom. Valóban így van, a ti családotok az a békességnek a helye, szigete. Edikó, én arra kérlek, hogy imádkozzunk, hogy mások is megismerhessék ezt a békességet. Jó? Mennyi, atyám, köszönjük neked ezt a mai napot is, amely azért adatott meg, hogy egy élő történetet hallgassunk meg egy élő embernek a szájából, aki megtalálta Jézust, és akik most nézik ezt a műsort és hallják ezt a műsort. Kérlek, atyám, hogy nézd meg az ő szívüket, hogy ők is megismerhessék a békességnek az atyát, fejedelmét, és hogy Jézussal személyesen találkozhassanak. Ezt kérem tőled Jézus nevében. Amen. Amen. Mai napon Komjáti Edikót hallották, kedves nézőink. Szeretettel búcsúzik és elköszönöm attól a műsornak a házigazdája, Almádi Róbert vagyok. Viszontlátásra! Viszontlátásra!